Köszöntelek titeket, drága nézőim! Újfent Bad Company 2 Vietnámot láthatók, és hiszitek vagy sem, ez az Operation Hastings nevű map. Igen, az előző adásnál annyira balfék voltam, hogy nem vettem észre, hogy a játék nekem valamiért nem azt a map nevet írja ki, ami valóságos map név, hanem már a következő pályát, amit készült betölteni, annak a map nevét írta ki. Úgyhogy majd kis helyesbítés kell, hogy végrehajtsak a videóimba, ugyanis az előző pályánk, annak nem más volt a neve, ami mutattam nektek a túravezetés, az a Cao San Temple nevű map volt, és ez az Operation Hastings nevű map. Hát nézzétek el, nekem baromira nem játszottam még a Vietnámmal, úgyhogy bele is szaladtam szépen. De mit látható, a mai napon egészen pontosan 4 darab kontrollpontért fog zajlani az összecsapás Vietnámban. És 700 ticketről indult a küzdelem, és most ugyanaz a moddol szerverem vagyok, amin a múltkor is voltam, mert hogy ezen a szerveren tudok felmenni vietnámos mapokat játszani. Egyik kedves ismerősöm nemrégiben azt mondta, hogy ezt az egyik patch-el én ajándékba megkaptam, de ki kell, hogy ábrándítsam az illető úriembert, mert hogy nem. Hanem próbáltam csak így naturál felmenni Bad Company 2 vietnámozni, és az EA, hát ez beengedett a loadoutba, viszont mikor a szerverekre akarok felcsatlakozni, akkor meg szépen kérje, hogy hát erre a szerverre nem enged föl. Nagyjából ennyi a lényeg. Viszont, hogyha felmegyek erre a moddolt EA szerverre, ami hivatalosan EA is moddolt szerver, azon keresztül meg már játszottok a vietnámos mapokon, ugye ez egy kis paradoxon, de igen. A lényeg az, hogy ha nagyon akarok, akkor tudok játszani Vietnámon is. És látható, hogy azt hiszem ez itt a D pont, ami 103 méterre megtalálható tőlünk, és a kedves tankparancsnokom az nem nagyon akar közelebb menni a adott befoglalásra készülő területhez, mert fél a vietnámi ellenállástól. Ó, és ott felszáll egy helikopter, meg hát jön egy tank is, és ez szépen ostrom alá vesz minket. Ilyenkor annyit tudok csinálni, hogy kicsit úgy lövöldözöm a helikoptert, hogy ijedjen meg. Ám meg is ijedt és távolodni készül. És a kis forrasztó pisztolyommal most addig fogom mókolni a tankot, amíg kapok vagy 1200 kort a javításért. Az 900 megvan. És itt az 1002 is, jó van. Ó, 1250 kill assistom is volt, de hogy volt nekem kill assistom, javítottam, na mindegy. A lényeg az, hogy ugyanazt a szisztémát követem, mint az összes többi Battlefield Bad Company 2 játékom alkalmával. Mindig igyekszek az adott szituációból a legtöbb lehetőséget kihozni, ezt arra értem, hogy nem mindig megölni mindenkit, aki épp előtte mászkál, soszog meg ilyesmi, hanem mindig a scores-ra megyek rá, tehát amikor javítani kell a tankot, akkor javítom, mikor be tudom foglalni a kontrollpontot, akkor be fogom foglalni a kontrollpontot, és hogyha sikerül valakit esetleg netántál megölnöm, hát akkor a szegény úriemberrel végezni is fog. De, mint látható, azért kell bőven golyó itt mindenkibe, annak ellenére, hogy ez egy hardcore szerver. Még mindig órákig kell lőnöm mindent ahhoz, hogy elhalálozzon, és még a vietnámiak mindig nem készültek fel az ellenállásra. De mintha már az egyik úriember megindult volna felénk, és mivel nem nagyon van célkeresztem, így csak próbálom úgy nagyjából eltalálni az illető úriembert, na egy valakivel már sikerült végeznem, meg kicsit vissza is elkezdem javítani a tankot, mert hát így is kapom a pontot, és mit mondtam, én erre törekszem. Viszont az állás hát az egyelőre ki van egyenlítődve, mert hát 2 pont van a mi kezünkön, meg 2 az ellenség kezén. Én próbálom a vietnámiakat föltartani amennyire csak lehet, de a helyzet jelenlegi állapotában a gyalogság most túlerőben van. Annál is inkább, hogy van itt egy nyomorúságos mérnök, aki nagyon próbál minket leabárolni. Próbálok nem a tank mögé kerülni, mert hát itt team kill is van, és akkor hát a rám gurul, akkor szépen elhalálozok. Valahol itt jönnek még az illető úriemberek, úgyhogy már javítani sem nagyon fogok tudni kiszállni, mert hogyha ki is szállok, akkor egyből tarkon lőnek. Úgyhogy valamit meg kéne próbálnom kitalálni. Hát ez most nem jött össze. Ó, és hát igen, ki is szálltam, le is lőttek. De egy másik mérnök úriember volt olyan kedves, és elkezdte javítani azt a tankot, ami mellett én elhaláloztam. Úgyhogy elég szoros összecsapásnak lehetünk újfent szemtanúi, de én úgy döntöttem, hogy meg kéne próbálni egy kontrollpont befoglalással, mint látható ellenséges vietnámi helikopterek, amik amerikaiak köröznek a fejünk fölött, amúgy ez egy akkora egy paradoxon, hogy a vietnámiak is amerikai helikopterrel támadják az amerikaiakat. Tehát ezt a Dice-t amúgy ezt nem értem, hogy gondolta. Na mindegy is.
Ebben inkább jobb nem belegondolni. Ó, és kiugrott egy japó, vagy sem japó. Miért akarom én a vietnámiakat mindig lejapánozni? Hát jó, mondjuk. És nagy különbség nincsen közöttük. A lényeg az, hogy itt van lángszóró is, úgyhogy most megpróbálok majd egy kicsit lángszórózgatni is, mert mindig ki akartam próbálni, milyen amikor szaráégetsz valakit. Hát helikopter az még mindig van szép számmal, a D pontot próbáljuk most meg betámadni, de már is jön ide felénk egy tank, úgyhogy megpróbálok fedezékbe vonulni addig, amíg nem végeznek vele, hát igen. Az a baj, hiába mentem el, egy kicsit ugyanúgy szemmel tartott az illető úriember, úgyhogy megint nehéz küzdelem előtt állok. Mindesetre az A az elkezdett villogni, és az egyik tank az pedig itt a B-t kezdte el ostromolni. Úgyhogy megpróbálom én is betámadni a B-t. Hát egy úriemberrel sikerült levégezni lángszóró által. Meg itt a következő is. Hát nem mindig vágom, hogy most mekkora az a távolság, ameddig lehet lőni lángszóróval, meg nem is látszódik az a távolság. Ó, Istenem! Na, akkor is be fogjuk foglalni azt a harmadik pontot, hogy bele döglök. És jó esélye bele fogok dögölni, de azért megpróbálkozom a feladattal. Szépen átmegyünk itt a vizen. Én azt vettem észre, hogy sokkal gyorsabban megy a vizen, mint a Bad Company 2-be. Pedig az annak a DLC-je, de valahogy itt mintha begyorsulnának, mikor vízet ér a testük. A karaktereknek, és itt vagyunk a D-nél. Baráti helikopter köröz a fejünk felett, én meg megpróbálok ebbe a házba benyomulni. Ez még úgy, ahogy netántán fedezéket nyújt. Már bambuszból van, úgyhogy nem hiszem, hogy golyóálló. Meg amúgy is. És szépen sikerült beszürkíteni a pontot. Igen, úgyhogy egy-egy pont van mindkét csapat kezén, bár a mi másik pontunk elkezdett villogni. Úgyhogy azt remélem majd a többiek be tudják védeni, de nem beszürkült. Úgyhogy elveszítettük az összes kontrollpontunkat. Az állás jelenleg 631 tiket, nekünk 611 a... vietnámiaknak, és hát most én foglaltam be itt ezt a D nevezetű pontot, és megpróbálok valamilyen irányt venni, talán vissza a C-hez, tőlünk 50 méterre megtalálható, úgyhogy azt kéne valahogy megszereznem magamnak. Azt mondja, egy japó, még egy japó, ó, és hát igen, ó, és ég a háta a gyereknek, láttátok? Valamennyire csak be tudtam gyújtani, de amúgy ez a fegyver nem valami nagy szám, úgyhogy szerintem idővel le kéne majd cserélnem. Legalábbis, hogyha ilyen eredményes játékot szeretnék kipróbálni. Igen, próbáljuk ki az asseultot, mondjuk... mi a manó? Múltkor néven asseult fegyvereim voltak. Na mindegy, az M16A1 az lehet jó lesz. Beállítjuk ezeket a túrókat. A M79 az fogalmam is, micsoda, még egyszer nem használtam, de biztos jó lesz majd valamire. És itt vagyunk az A pontnál. És itt van egy jeep előttünk. Tök jó, mert amúgy egy háborúba készülünk, és egy olyan jeeppel indulunk neki a háborúnak, ami teljesen semmilyen védelmet sem nyújt, semmivel sem szembe. Áááá, és itt volt a vietnámi, hahaha, leszette a testemet. És el is kezdett, nem, még nem kezdett el villogni az áll, de a dolgok jelenlegi állása szerint hamarosan el fog kezdeni villogni. Meg, hát úgy gondoltam, hogy megnézem levegőből milyen itt ez az Operation Hastings, mert... Oh, ott egy vietnámi, és hát tudtam rá sorozni egy kicsit, de... Oh. Így hatásosabb vagyok, igen. A levegőben annyira nem szeretek lenni itt a Bad Company 2-ben, jó, mondjuk a BF3-ban se szerettem. Egyedül a helikopter gunnerként vagyok valamennyire eredményes, de hát... mint pilóta az annyira nagyon nem. Meg sem vadászgéppel sem, szóval mindegy. Én inkább ilyen szárazföldi patkány vagyok, és akkor így hozzáragadtam ehhez a térképhez. Ah, ez hogy csinálta? Emelyik rendel lenyomott. A túró minden is. Ezt azt hittem, hogy lerúgott, mert kajak így felugrott, azt csak a lábát láttam. Na, azt hittem, hogy már megint ebbe is raktak valami filkomba-szerű dolgot. De hát rájöttem, hogy az túl jó volt ahhoz, hogyha más játékba átvegyék. És megint lelőttek. Ajaj. Nem egyszerű így ez a küzdelem, kérem szépen, hölgyeim és uraim, de a D pontot akkor se kéne feladni, vagy a C-t. Meglátom, hol fogok tudni kiugrani. Á, legyen akkor a C. Mert ahhoz vagyok most közelebb, és egyelőre szürkén villog. Itt van kettő darab társam. És befoglaltuk a pontot, hát ez egy gyors kör volt. Megpróbálok itt a híd környékén somfordálni. És eljutni a lehető legrövidebb idő alatt a D-hez. De úgy látom, mintha közeledne errefelé valami ellenség, nem?
akkor csak meg kéne próbálkozni a befoglalásával. Legalábbis, hogyha sikerül átjutnom. De hát mindig, amikor rágondolok, hogy meghalok, abban a pillanatban meg is halok. Mekkora egy sámán vagyok. És megint nincsenek kontrollpontjaink. Ami azért nagyon tetszetős a szemnek, mert hát ez így maró nehéz lesz. Az állás jelenleg 588 sticket, nekünk 559 sticket a vietnámiaknak. Ugye még mindig mi vezetünk, de hát ez így megy tovább, akkor nem sokáig. Ó, és nézzétek, ott egy helikopter, amit most sikerült tankáltan megsemmisíteni. És túlélte a csávóka? Úristen, mi folyik itt, kérem szépen? Mi folyik itt? Ó, és sikerült elintéznem egy úriember. Ó, és a tank azt tud lángszórózni is. Azt az eget. Azt a nem mindennapi eget. Ó, és visszajöttünk foglalni az A ponton, sikerült befoglalni ezt is. Úgyhogy megint megvan a 2-2 kontrollpont. Meg gyorsan megpróbálok eltávozni innen a tankommal, mert valahol itt engem rakétával próbálnak meg leszedni. Hát próbálom a löveggel elkapni azt a helikoptert, tehát esélytelen, hogy én ezzel bármit is csináljak, azt megint RPG-vel eltaláltam. Túl sokan vannak, túl sokan! Ki bír ekkora túlerővel? Kérem szépen! Na! Azt mondja, mit, hogy ott ejtőernyőzött volna egy vietnámi úriember. Ó, és ott egy tank! Hát, igen. Nem vagyok én mit, teljesen biztosan felkészülve erre a... hogy is mondjam, kaotikus hadviselésre. Vissza kell ezt váltanom mérnökre, mert muszáj RPG-vel adni az orcájukba, mert... ez így nagyon nem fog menni. És maradtunk a lángszórónál. Ott a tank, és kapott egy kicsit, és megsemmisítettük a tankot, huhú! Megsemmisítettük, háj, de jó vagyok! Na, és... itt van a jó kis zsippem, megpróbálok ezzel elindulni. Hát, ha most nem lőnek le fél méteren belül. Na jó, itt inkább kiszállok, mert túlságosan felkeltem itt a dolgokat. Küldök annyi gránátot, amennyit csak lehet, mert láttam, hogy ott lepzsel a csávó. Na nézzük. Talán nem számítanak rá, hogy én be fogom őket támadni most azonnal, de rögtön, de már. Azt mondja, hogy itt nincs ellenség, húzzuk a pontot. Szépen megy is lefele a csík. Ott, hogy pont ide bírsz egy gránátot bevágni. Honnan tudták, hogy ott vagyok? Valaki árulja már el nekem. Kilátszódott az orcimpám? Igen? Na jó. Ó, megnézzük ezzel ezt a Thompson, azt hiszem. Megnézzük Thompsonnal, mit tudok kezdeni. Még ezt sem használtam egyszer sem. Hát, egyelőre semmit. Oké, le-RPG-ztek. Jó van. Mennyi lehet a KD? Már nem tudom hányszor meghaltam úgy, hogy egyet nem öltem volna. Jajjaj. Na. Akkor próbálkozunk meg a D-ponttal. Nagyon nem akarják kidadni azt a kontrollpontot, hogy nyomorultak. Tudnám, hogy ez miről szövegel ilyenkor. Na, itt vagyunk a D-ponton. Ezt talán már egyszer sikerült eredményesen befoglalnom, igen. Elkezdtük húzni. Való itt a sarokban meglapulok. Ah, jött az ága barát is. Húzni a... 712-es KD-t. Jó Isten, erre büszke leszek megint. És meglepő, mert 712-es KD-val én vagyok a csapatból az első azért. Úgyhogy alattam a gyerek 247-es KD-val van. Hátjátok, ezért nem mindig kifizetődő, hogyha arra mész, hogy minél több emberrel végez. Ja, és megvan a kontrollpont befoglalása, és a vietnámiak elveszítették az összes pontjukat. Mondjuk az egyik az villog. És ott egy tank, szépen kapott egy RPG-t. Hát ilyenkor már újra kéne magától, hogy töltsön, de nem tölt. Aj, most. Azt mondja. Hát ez gyors kör volt. 870 kombol, de hol volt az a gyerek megint? És a D az újfent elkezdett villogni. Hát meg kéne próbálni bevédeni, de már esélyem sincs oda leszületni, mert már annyi gyorsan beszürkítették, hogy nem volt valami sok lehetőségem, de az egyik squadtársamra mindig sikerült leszületnem. Elnyomok egy pár gránátot, hogy rettenjen meg az illető úriember. Jó nagy íjbe szoktam ezeket dobálni, akkor nehezebben szűrik le, hogy honnan támadok. És itt vagyunk a D-nél.
Ott egy tank és... Azt a kurva eget! Hát ezt megsemmisítettük. Ó. És elkezdtük visszaszerezni a D-pont felett az irányítást. Hát nem gondoltam volna, hogy csak ennyi kell bele. Már hozzászoktam, hogy minden tankhoz legalább 3 RPG kell. Biztos le volt sebezve az illető úriember. Hát 521 tiket van nekünk és 476 a vietnámiaknak, úgyhogy egy darabig még mindig el fog tartani a küzdelmünk. És valahogy el kéne jutnom a következő ellenséges kézzel lévő kontrollpontra, ami nem más, mint a C. Ó, pakker. Na én itt tettem, köcsém, ezek hányszor jönnek ide? Jó, van, két oldalról kezdtek el tüzelni. Jaj, ja, és megint villog a D-pont, úgyhogy azt csak be kéne védeni. Jaj, hova kéne leszületni? Na, itt vagyunk a D-nél. Szépen ki is ugrok. Ez egy fast vehicle response szerver, úgyhogy ha mi a dolgok igazak, akkor itt bizony hamarosan leszületik még egy helikopter. Úristen, mi van itten? És még mindig itt a tank, amit tám most sem is ült meg. De valami csak lő minket, hogy rohadjon meg. Úristen. Ó, és ez a vietnámi jött volna itt leabárolni minket. Hájjáj, szerintem az a tank az most ki fog nyírni. Igen, jól sejtettem. Az a baj, hogy kimenni se tudtam, mert pont rám spanolt egy másik csávóka, és se jobbra, se balra nem tudtam mozdulni. De mondjuk, ha kimegyek, akkor is lelőnek, úgyhogy teljesen mindegy. Hova tudnék leszületni, hova tudnék? Hát csak a base-re, csodálatos. Hát muszáj leszek helikopterezni egy kicsit, mert ez a leggyorsabb közlekedési eszköz jelen pillanatban, és nekem támadnom kéne, nem védekezni. Úgyhogy szépen fel is szálltam. Hát na nézzük, mit tudok alkotni ezzel a fenomenális járművel. Próbálom meglátni, hogy merre van az ellenséges erő. Hát tökéletesen a tank fölé lőttem. Úristen. Hát nagyon péna helikopterpilóta vagyok. Meg jó, hogy nincsen semmilyen célkeresztem sem. Azt az eget. Na mindegy, legalább landolni tudtam. Azt a kúva. Megint itt vagyunk a D-nél, amit újfent megint be fogunk foglalni. És itt a helikopter, és hát ő kinyír engem, de én nem bírom leszedni őt. Lost Viking. Hát ez így megy tovább, tértél lesz az utolsó. A jó hír az, hogy a 3 pont előnyünk az még tartjuk. Dolgok jelenlegi állása szerint. Egyik kollégám említette nemrég, hogy ezek a vietnámos pályák neki annyira nem jönnek be. Szerintem pedig ez pontosan ez az Operation Hastings, ez az egyik legjobban eltalált vietnámos pálya, amit idáig láttam. Mert tényleg ilyen mindenütt ezek a bunkerek, szöges drótok, akármisodán, akadályok, mocsár, lángoló, dzsungel, szóval minden itt van, ami szerintem kinézhetett Vietnámba. Úristen, úristen. Na de kérem szépen, hölgyeim és uraim, 140 méterre vagyunk a C-ponttól, és valahogy el kéne oda jutnunk a lehető leggyorsabban. Hát kipróbáljuk ezt a cuccos, ezzel még úgysem mentem sem erre se. Hát a dolgok jelenlegi állása szerint nem is fogok, mert ez írdatlan szar irányítani. Már csak 70 méter és ott vagyunk a ellenséges készadat lévő C-ponton. Most csak az a kérdés, hogy mekkora ellenállásra kell számítsunk, úgyhogy óvatosan fogjuk megközelíteni a területet. Tök nagy nyílt terep, simán átslasszolok rajta, mert nincs itt egy árva ellenség sem, úgyhogy szépen meglapulok itt a sarokba. Ó, csúnya hangokat hallok itt a közelbe, megpróbálom kidugni a nózimat. Ó, és ott az a fickó, hú, és megölte a társamat, viszont én meg tudtam őt ölni. Csak az a kérdés, hogy egymagam be fogom-e tudni foglalni ezt a pontot. Hát már ketten vagyunk, hála az égnek újfent. Hárman. Jó van, úgyhogy megint megvan a 2 pont előnyünk. Hát csak az a kérdés, hogy a harmadik az milyen színűre fog változni, az pedig a B. Ha minden jól megy, akkor az csak bevédik a többiek. Ó, és itt van megint ez a kis bunker számukra. Megpróbálom azt a helikoptert elkapni. És elkaptuk, geci! Elkaptam a helikoptert! Mekkora királyság volt! Végre le tudtam RPG-vel szedni egy helikoptert, csak épp 3 évet kellett rá várjak. Na, talán őt is. Hát ez már sok volt. Itt mellettem, mintha valami furcsa zajok lennének.
Hát megpróbálok megint eljutni a délre, de azt bírom, hogy két ilyen izé között baromi nagy nyílt terep, amin átvágni azért nem egy életbiztosítás. 472 tiket van nekünk és 386 a vietnámiaknak, úgyhogy még mindig szorosnak mondható a küzdelem. És elkezdtem húzni a D-t egyedül, keményen. Sehol egy ellenség, be van vérezve a szemem. És egyelőre még mindig húzom a pontot, egyelőre. Mindenféle satazaj a háttérbe, és beszürkítettük a pontot. Tudnám kilőni mire és hogyan. És mindjárt meg lesz a pont, és úgy van, 2500 korz ismételten a miénk. Jó lenne, már kicsit meggyógyulnék, mert már unom, hogy nem látok lószat se. Csónakot még nem próbáltam ki, úgyhogy kipróbáljuk ezt a csónakot. Ez is egy tök jó kis csónak, mert igen, komolyan régen nem gondolkodtak arra, hogy oké, itt vagyunk Vietnámban, valami páncél kéne a szarunkra, mert különben rommá lőnek, szóval. Hát nem értem én ezt. Ó, úgy látom, itt egy kolléga már izé tűz alatt tartja a vietnámiakat. Hát, igen, látványosnak látványos, csak úgy jön. Sok értelmét nem látom még mindig. Hát a hidat se lehet teljes egészébe szétlőni. Vietnámiakat se látok. Hát sok értelme a járműveket szétlőni nincsen, melyből leszületik egy újabb. Elkezdett villogni a D. Kicsit közelebb próbálok menni, hát ha így lesz is értelme annak, hogy én itt vagyok ezzel a túróval. Úristen, ne! Oh. Egyből ide dobtak egy kézi gránátot. Na. Úristen, gec! Úristen, azt mindjárt megölöm magamat! Ah, és megöltem magamat. Füstön nem láttam, hová dobtam az egyik gránátot, azt pont beleültem. Ha. De legalább megöltem a másik gránáttal még egy úriemberkét. De jó hír, hogy még mindig három kontrollpontunk van, még a vietnámiaknak csak egy. Úgyhogy a dolgok jelenlegi állása szerint gyorsabban fog véget érni a körünk, mint ahogy gondoltam volna. Hú, hölgyeim és uraim, kérem szépen! A B is elkezdett villogni, hogy hamarosan lehet, hogy B-szerépnek leszünk szemtanúi, és végre le tudtam kézi fegyverrel is lőni egy vietnámit, nagy távolságból. Kezdek belejönni. Ráézek végre a vietnámi életérzésre. De hát a B-t csak bevédték a mocskok, úgyhogy megint meg kéne próbálkoznom eljutni oda. Próbálkozunk meg megint a csónakkal. Hát, ha jó lesz ez előbb-utóbb. Mi baj lehet? Közben mindenütt szövetséges helikopterek köröznek a fejünk felett, és a D elkezdett villogni. Hát, bárki is volt itt már szerintem elhalálozott. Úgy is van. Úgyhogy meg kéne próbálkoznunk újfent valami mással. Ajaj. Na jó, menjünk ezzel a korán sem biztonságos járművel. Hát, ha el tudok valakit ütni. Ezzel még nem ütöttem el senkit, meg kéne próbálkozni vele. Jaj, hölgyeim és uraim, ott vannak a vietnámiak. Hát, elnyomtam oda egy RPG-t, de valami kevés sikerrel. De azt a csávókát végül el tudtam intézni, gyors újratöltés. Hát hiába Thompson varázslatos ereje, hát őt már nem tudtam elintézni. Mennyi életereje volt már? Ja, igen, ez hardcore szerver, sose látok kilkomot, mindig elfelejtem. Azt mondja, az A pont elkezdett villogni, a bézünk közelébe azt be kéne védeni valamilyen oknál fogva, mert hát azért is szerez érvényt magának a vietnámi haderő, akkor tankokkal macerással jövünk ki a bézről. Nem tudom, hol bujkál a srác, de valahol itt kell legyen. És ott vannak. Ez a Thompson, ez nem sok mindent ér. Vagy én nem tudok célozni, vagy mindkettő. Nem baj, majd tankkal jó lesz. Azt mondja, visszajövünk ide szépen az ára. De közben már többiek is ide jöttek szépségesen, javítani most nem kell. Na, befoglaltuk ismételten az át, úgyhogy megmaradt a három pont előnyünk. A szikla mögött megtalálható egy vietnámi úriember, és hogyha eléggé tűz alatt tartom, akkor bizony onnan nem fog tudni kijönni. Jó, meg is ijesztem az illetőt. Úgy van. Jól megijesztem.
megijesztelek, jól megijesztelek, búúúú. De nem lehet, öcsém, hát én kezdtem el hamarabb lőni, akkor ő hogy lő le engem? Ez a játék, istenem! Semmi gond, legalább az át bevédtük, viszont a D-t azt elvesztettük. És itt a B-nél is még mindig harcolni kell. Ajaj. Hát csak közelebb kéne menni a ponthoz, mert így az életben nem fogom elkezdeni húzni az ászlót. Muszáj vagyunk itt, hogy mindig gyalogosan menni, mert hát na. És azt mondja, dobtam oda egy gránátot, hát ha jó lesz. Közben egy helikopter is lezuhant itt nálunk. És jó van, megvan ez a kontrollpont is. És akkor már csak a D van enemy kézen, azt a tankot meg kéne javítani, mert kínálja magát. Úgy is van. És kaptunk érte 800 korszt. És már is megy újfent leamortizálni magát az illető úriember, úgyhogy itt most szépen fogunk tudni egy kicsit farmolni. Csak megállna egy helybe a fickó, az jó lenne. Ezt mondjuk sose értettem, hogy látják, hogy javítani akarom, és annál jobban elkezdenek cikkázni, nehogy már megjavítsam őket, végül is inkább meghalnak. Na, előre ment a srábó. Még mindig le van sérülve. Igen, megint jól rázúztak egy kicsit. Hát a franc se fogja már ezeket itt izélni. Megyek, azt megpróbálom leszedni a... Megpróbálnám leszedni a vietnámok, de ezek félelmetesen gyorsak. Hát a csávok alattam már 55-13-as KD-ban van. Én összesen nem találkoztam 30 emberkével a játékban, szerintem. Nem tudom, ezt hogy csinálják. Bennek mint a messzes, vagy mi. Hát, ez egy érdekes dolog. Úristen, itt a fejünk fölött szétmállott egy helikopter. Csak a D-t kéne befoglalni, csak a D-t kéne. És ott mászkálnak a távoli dombok környékén a vietnámiak, úgyhogy most cseles leszek, megpróbálom minden elkapni őket. Hát, ha nem számítanak rá. De ezek általában mindig számítanak rá olyanok. Azt mondja, ő megvan. Na, végre egy embert megöltem az eszem által. És megvan még egy, jó van. Na. Isten fene buráját, hát na már. Hát jó lett volna már ezért öldökölni itt egy normálisat. Oké, és megvan a harmadik áldozatunk kis RPG által. Közben egy helikopter is akart ránk csapást mérni. Na de. Valahol még biztos vannak itt ellenséges erők a közelünkbe. Hát, hogy én is olyan hülye vagyok, itt mászkálok a híd tetején a legnagyobb magaslaton. Semmi fedezék nélkül. Hát megpróbáltam elkapni azt a helikoptert, de igen, ő kapott el engem, mint mindig. 59-15-ös KD, ez nekem sose lesz annyi. És hová kéne leszületni? Hát, leszületünk a célra. Előbb-utóbb csak jó lesz. Kipróbáljuk megint a csónakos manővert, hát ha most már eredményesek is leszünk. Rámegyek most a helikoptereknek a gyepálására. Ez az. Hát ezt nem mi nyírtuk ki, csak legfeljebb kettőt rásebeztünk. Folyamatosan pereknek le itt amúgy a helikopterek. Költséges dolog lehet ám a háború. Na de. Azt mondja, ott egy vietnámi. Egyet megöltem, de hát hallod öcsém, hát egy lövés, az szétcsinálni egy járművet, azért az mi durva már. Nem baj, leszületünk a célra, betámadjuk a D-t. Legalábbis megpróbálkozunk a feladattal. Kezdek elfáradni. Na, de tényleg kicsit elkanyarodtam itt a dolgoktól. 391 tiket van nekünk, és 58 a vietnámiaknak, úgyhogy hála a jó Istennek már nincs olyan sok hátra. Hát ezt a helikopter próbált, pedig majdnem beleszállt. Csak egy másodperc kellett volna. Közben, mintha támadnának minket valahonnan. Hát mondjuk itt ezt a kis faluskát is már rendesen rommá lőttük. Azt az eget. Azért kis is sikerült rásebezni a fickóra. Ezt meg megöltem Gaz Thompsonnal. De milyen messze volt már. Tessék, ez meg itt van a hód közel, azt nem bírok vele elbánni. Ez azért, ez is kellemes. És most mibe haltam bele? Handgránátba, nem is láttam repkedni semmit, te köcsög.
Jóó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 ó
Na, de itt vagyunk a B-nél, ami elkezdett újfent villogni, hát ez meg beleszorult itt a kövekbe. Na, critical kill assist, na, csak megölték az illető úriembert. Hát, én vagyok annyira galád és megjavítom ezt a tankot, hogyha hagyja magát. Úgy nézem, hogy hagyja magát, úgyhogy peregnek megint a skorzok. Ez az, fiam, ez az. Megint 1200 korszal lettünk. Az 1500 korsz, hú, az nagyon le lett amortizálva. Jóval, megjavítottuk szépségesen, gyönyörűségesen, és beszürkült a B magyarán, ott biztosan ellenséges erő megtalálható. Úgyhogy már is bemegyünk. És felmérjük magunk körül a terepet, azt mondja, itt nincsen senki. Kukucs! Kukucs, ú, itt van! Meghalt. Jó van. Már csak azt mondja, 6 tiketje van a vietnámi haderőnek. És megbújok itt a másik oldal, cseles leszek. Ó, és ott van kukucs! Jó van, megint meghalt. Már csak 5 tiket. Sikerül-e beszürkíteni? Sikerül-e beszürkíteni? Hát beszürkíteni sikerült, már csak 4 tiket. Sikerül-e vajon befoglalni? Sikerül-e vajon befoglalni? 4 tiket még mindig, és sikerült befoglalni, megkaptuk a 2500 korzunkat, 2 tiket, 1 tiket, és hölgyeim és uraim, kérem szépen, azt hiszem kimondhatom, hogy megnyertük a valódi Operation Hastings nevű pályán játszott körünket. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, remélem tetszett ez a rövid kis összecsapás. Hát így már az eredmény, nem én lettem a legmájerebb, de én lettem a ész játékos megint, úgyhogy én sikeresnek mondhatom a küldetést, találkozunk a következő epizódban, sziasztok!